Újabb szomorú napi rekord dőlt ma meg, hiszen 29 halálos áldozatot követelt a kór. Az elhunytakról a tisztifőorvos elmondta, több mint kétharmaduknál valamilyen szív- és érrendszeri betegség volt kimutatható, de volt köztük daganatos és anyagcserebeteg is. Müller Cecília azt is hangsúlyozta, nehéz megmondani, hogy ki gyógyult ki a koronavírusból. A laboratóriumi vizsgálatokon túl a klinikai állapot elsősorban a döntő a gyógyulás szempontjából. Látjuk azt, hogy vannak olyan személyek, akik jó általános állapotban gyógyultan távoznak az intézményből, vagy akár az otthonukból. Ugyanakkor még hetekig előfordul, hogy vagy negatív, vagy pozitív tesztet produkálnak. Ők már nem fertőző betegek. A Kelet-Magyarország tette fel a kérdést, hogy mi a teendő akkor, ha a friss adatok szerint növekszik a koronavírus örökítőanyaga egy város szennyvizében. A tisztifőorvos szerint ebben az esetben még komolyabban kell venni a már hónapok óta érvényben lévő óvintézkedéseket. Nyíregyháza, Debrecen, ahol ez a két nagy város, ahol kismértékben emelkedik az örökítőanyagnak a mennyisége. Tehát azt lehet és azt kell tenni, hogy még inkább vigyázzunk és tartsuk be az óvó rendszabályokat, higiénés rendszabályokat, mert ez azt jelenti, hogy többen vannak a környezetünkben fertőzöttek. A legújabb szennyvízből kimutatott adatok szerint Zalaegerszegen stagnál a vírus örökítőanyaga.